utóbbi időben előfordul az, hogy a jegyvizsgáló jegyet kér az utastól, utasleadási lapot kitölti, amikor ezt megkapja az utas, akkor följelenti a jegyvizsgálót a rendőrségen, hogy megvesztegette őt. Erre a rendőrség elviszi a jegyvizsgálót, és gyanúsítottként kihallgatja, rabosítja, és eljárást indít ellene. És a máskartnál jó lenne ezzel, mert föllépne mondjuk, és ez már nem az első eset, a délben már több volt, ez egy dél is jegyvizsgáló, aki amikor elviteti a rendőrrel az utasokat, mert nem volt együk, akkor nem történik semmi, majd amikor az utasok megkapják az utasleadási lap után a lóvé behajtásra szó levelet, akkor följelentik a jegyvizsgálót a rendőrségen, hogy megpróbált őket megvesztegetni, és a két utasnak a jegyzőkönyvére a rendőrség rabosítja a jegyvizsgálót. Adjon képviselőt, ügyvédet, ezetel a munkáltató ezügyben, hiszen ez a szűrhetetlen, és nem egyedi eset most már. Tehát azt kérjük, hogy ilyen ügyben a rendőrség nyomozás, illetve gyanúsítóként idézi a jegyvizsgálót, és a jegyvizsgáló, figyeljetek, és a jegyvizsgáló ezt kéri, akkor mivel nekünk nincs ügyvédünk, akkor a MÁR biztosítson ügyvédet, illetve bocsánat, MÁR tart biztosítson ügyvédet ebben az ügyben, hiszen az ő érdeke is, mert az ő hírnevé, jó hírnevét is sérti ez a dolog, ha semmi más. Biztosítson ügyvédet a gyanúsítóként kihallgatás, illetve a büntető eljárásra